A fiatalok és kevésbé fiatalok itthoni munkalehetőségeiről beszélgettek pénteken este a Magyar Kanizsai Ifjúsági Klubban. A Jumik projekt keretén belül másodszor tartottak fórumot, ahol vállalkozók itthon boldogulást és megélhetést keresők mutatkoztak be, elmesélve saját élettörténetüket és tapasztalataikat, ösztönözve a lakosságot az itthon maradásra. A projekt az Interreg Duna transznacionális együttműködési program társfinanszírozásának köszönhetően valósul meg, tudtuk meg Vigi László kommunikációs menedzsertől. Ez az előadás sorozat motivációs előadások sorozatának is lehet hívni. Ezt egy olyan lényeges dolgot próbáltunk megragadni, amely arról szól, hogy itthon maradt fiatalokat mi motivált arra, hogy itthon maradjanak, hogy nagy fába vágják a fejszéjüket, hogy vállalkozzanak, és itthon próbáljanak szerencsét, és olyan pozitív példákat szeretnénk ezen az előadás sorozaton keresztül bemutatni, amely mint egy motiválóak, ösztöklésképp hatnak az emberekre, a nézőkre, az általánosságban véve a lakosságra. És ez mind azért, amiről szól egyrészt a projekt is, az ifjúsági migrációnak a kutatásáról Kanizsa községen belül és kívül is Kanizsa község régiójában, de főleg Kanizsa községre koncentrál a projekt, mivel Magyar Kanizsa önkormányzata a projektpartner ebben a komplex partnerségben, amely ez egy transznacionális projekt, nagyon, nagyon sok országból partnerek. És hát gyakorlatilag azt a lényeget szeretnénk itt megragadni, azt a fundamentális tüzet, amely még néhányunkban ég, hogy itthon maradunk, és itthon is fogunk maradni, és hogy miért nem migrálunk máshova. De ugyanúgy a projekt még azt is megcélozza, hogy azért reálisan néz a tükörbe, és követi tiszta fejjel az adatokat, hogy hányan mozognak Kanizsán belül, kívül, hányan hagyták el a községet az elmúlt években, és keressük megtalálni a megoldásokat, hogy ezt hogyan lehetne lelassítani. Hát az első ilyen előadássorozat az nagyban motivált minket, és a visszajelzések is pozitívak voltak. Ezt egy kicsit azért, ahogy haladunk előre, szeretnénk úgy átgondolni, hogy praktikusabb, használhatóbb információt adjunk a felhasználóknak, úgymond a fiataloknak, a középiskolásoknak, az egyetemistáknak, akik még itthon vannak, és előkészületben van egy olyan kézikönyv, amely mint egy ilyen vállalkozói kézikönyvnek is nevezhető, amely segíti a fiatalokat megtalálni a saját vállalkozási formájukat itthon, és a Magyar Kanizsa községre jellemző lépéseket bemutatja, tehát hogy melyik könyvelőt érdemes felkeresni, vagy melyik tolóablaknál érdemes információt szerezni, akár adózás szempontjából, akár regisztráció szempontjából, tehát minden Kanizsára van szabva ebben a kézikönyvben, és másik oldalon pedig egy ugyanolyan fontos eleme ennek az elkövetkező fél évnek még a projektben egy úgynevezett One Stop Shop-nak a beindítása, ami már beindult. Ez gyakorlatilag az ifjúsági szövetkezetnek az újjáélesztése, kicsit a zanzásítása, amely nagy erőkkel foglalkozik és koncentrál az ifjúsági munkára, és a helyi munkaerőpiac felzárkóztatására és felerősítésére. A pénteki előadáson Bálint Csaba, parfümkészítő, Fekete Zsolt és Dóra, akik 3 céget vezetnek, és Sarnyai György, aranyműves meséltek a vállalkozásukról. Sarnyai György azon ritka személyek közé tartozik, aki bár Magyarországon tanult, mégis hazajött és itthon próbál boldogulni. A fiatal családapa az aranyműves hivatás mellett köteleződött el, és mint mondja, egyáltalán nem is bánta meg se a hivatásának kiválasztását, sem az itthonmaradást. Szeretem Kanizsát, legelőször. Másodszor hát ideköt minden gyerekkori emlék, család, minden jó formán, és akkor ez tűnt
legjobb választásnak. Meg most már így az évek alatt rájöttem arra, hogy mindegy, hogy hol van az ember, dolgozni kell itt is, meg külföldön is, és sehol se lesz egyszerűbb. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű dolog, és akkor hát így jutottam oda, hogy ha az ember itthon megpróbálja, akkor csak jut itt is valamire. Nem kell elmenni Németországba, Angliába, Magyarországra. Ott is ugyanolyan nehéz lesz elkezdeni bármit, mint itthon. Csak kitartással, akarattal kell csinálni, és akkor az megy itthon is, megy máshol is. Én vagyok a családban legelső aranyműves, hogy jóformán egy csavarhúzóval, meg egy kalapáccsal indult az egész. És most már van egy komoly műhely a hátam mögött. Nehéz volt, régi műhelyeket fővásároltam, elindítottam, nagyon sokat dolgoztam kollégáknak, és akkor így lett az üzlet. Ez még 2014-ben kezdődött, amikor is legelőször kinyílt előttem ez az ajtó, hogy betekintést nyerhettem a parfümök világába. Itt indult meg minden, itt kaptam egy olyan lökést, olyan tudást, olyan tárházat, amelyből aztán én saját magamat felépítettem, hogy most itt lássak. Az egyik szempontom az volt, hogy itt úgy vélem, hogy egyedi vagyok, első fecske vagyok, és hát ide születtem, ez nem véletlen. Szeretem a szülővárosomat, itt van a családom, a barátaim. Kézenfekvő volt, hogy itt kezdem el, itt próbáljam meg.